Köszöntelek benneteket! A hőmérséklet az április helyett sokkal inkább a koratavaszt, vagy inkább a telet idézheti fel bennünk. A helyzet az pedig holnapra sem változik jelentősen, sőt, ami azt illeti, a hét leghidegebb éjszakája elé nézünk, szinte országszerte fagyponttal elhűl majd le a levegő. A mögöttem látható csapadék előrejelzésen pedig megfigyelhető, hogy jelenleg még keletebbre található az a légörvény, amely a következő napon már irányt fog módosítani és visszacsavarodik fölénk. Ennek megfelelően pedig már az előttünk álló éjszaka folyamán északkelet felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, amely szép fokozatosan meg is vastagszik majd, és holnap a délelőtti óráktól kezdődően elsősorban az országnak az északkeleti harmadában vegyes halmazállapotú csapadékra is lehet számítani. Ezt követően a csapadékzóna úgy, ahogy a felhőzet is egyre inkább nyugatabbra tevődik, eközben viszont azért gyengülni fog a csapadék intenzitás. Péntek reggelig megmaradó hóréteg is kialakulhat, erre legnagyobb esély Szabolcsban, illetve a Zemplénben van. De most térjünk is vissza az előttünk álló éjszakára, ugyanis az is elég érdekesnek bizonyul, átmenetileg nagy területen kiderül majd az ég, és a szél is csillapodni fog, a légkör tehát nyugalomba jut, így országszerte fagyra lehet számítani, a fagyzugos részeken akár -5-6 fok alá is lehűlhet a levegő. Aztán az éjszaka második felétől északkelet felől elkezd megnövekedni, szép fokozatosan pedig majd meg is vastagodni a felhőzet, és ahogy már említettem is, elsősorban az ország északkeleti harmadában vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Ezzel szemben nyugatabbra csak később érkezik meg a felhőzet, így ezeken a részeken több órás napsütésre számíthatunk, és a csúcsértékek is magasabban alakulnak, általában 10 fok köré melegszik fel a levegő, míg az északkeleti borongósabb részeken csupán 4 fok körüli, vagy az alatti maximumokra számíthatunk. A szél is nagy területen fog fújni, elsősorban a Dunántúlon, illetve északkeleten számíthatunk továbbra is erős lökésekre. Aztán a következő napokban, tehát az ünnepi időszak alatt is fölöttünk lesz a már említett légörvény, viszont napról napra gyengülni fog, míg nem teljesen szétesik, így elsősorban az időszaknak az első felében számíthatunk majd felhősebb, illetve csapadékosabb időjárásra. Ezt követően, tehát húsvét környékén, vasárnap körül már azért egyre jobban kisüt a nap, a csapadék hajlam is csökkenni fog, és a hőmérsékletek is egyre inkább emelkedni fognak. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot kívánok. Sziasztok!